Most tehát szeretettel kérjük Biblia tanulmányának megtartására Szepo Hekinen Püspök Urat. Isten elköteleződése az ember iránt más övez fel téged címmel, melyet Jobb Máté testvérünk tolmácsol ezen a mai délutánon, akinek külön is szeretnék köszönetet mondani, hiszen a konferencia tartalmi szervezését ő segítette. Kun Kunnioitetut piispat, hyvät papit, sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa. Tisztelt püspök ura, kedves solgatársak a Jézus Krisztusban. Vyötä Herra minut pyhän hengen viisaudella ja voimalla. Övesz fel Uram a te szent bölcsességével és erejével. Tämä on ruko Suomen luterilaisen kirkon jumalanpalvelusten kirjasta. A Finnország Evangelius Egyház agendájában található ez a rövidimátság. Tämä Se luetaan silloin, kun pappi pukeutuu ennen Jumalan palvelusta liturgiseen asuun ja sitoo vyön ympärilleen. Ezt az imádságot akkor mondják el a lelkészek, amikor az Isten tisztelet előtt felveszik az albát és a stólát, és a stólát átkötik egy övvel. a Herra minut pyhän hengen viisaudella ja voimalla. Övesz fel Uram a lélek bölcsességével és erejével. Ja tämä alkaa meidän rukouksemme tämän Ramatututkistelun aluksi. Muskezidyy biblia- tannulmänyzässuhunakis, ledi nez a kezduymätsägga. Tämä lles ei johtaa meidät Ramatutunin aiheeseen. Esa rövidymätsäg veteell bennünket enek a biblia-tannulmäinak a tiimäjähuzis. Tämän Ramatuluenon teemana on sinut vöttää toinen. Mäss övesfeltiiged, ezzel a bibliai. ige kezdjük uh, ezt a Biblia tanulmányunkat. Se on Jaan luvusta 21. A 21. fejezetből János evangéliumának 21. fejezetében található ez az igevers. Ja liittyy laajempaan kokonaisuuteen, jossa Jeesus ilmestyy opetuslapsilleen kolmannen kerran ylösnousemuksensa jälkeen. Egy nagyobb egységnek a része ez az igevers, annak a történetnek, amikor harmadjára jelenik meg Jézus a tanítványoknak feltámadás után. Opetuslapset olivat olleet yöllä kalassa, mutta heivät eivät olleet saaneet mitään. A tanítványok kim voltak uh, halászni a Genezáret tavánál egész éjszaka, várták a fogást, de nem kaptak semmit. Aamulla Jézus húsi järvellä oleville opetuslapsille ja ne voi verkot oikeaan kohtaan reggel Jézus megszólította a tanítványokat, és arra kérte őket, hogy máshol dobják be a hálókat. Ja he saivat kaloja niin paljon, et eivät vetää verkkoa ylös. És ahogy ismerjük a történetet, annyi halat fogtak a tanítványok, hogy nem tudták felhúzni a csónakba a hálót. Silloin opetuslapset tunsivat Jézuksen, ja Simon Pietari kahlasi ensin rantaan, ja muut tulivat perässä. Ekkor a tanítványok felismerték Jézust, és Péter vezetésével e, kiléptek a partra. Rannalle tultua ne söivät nuotjolla paistettua leipää ja kalaa. Kinna parton tüzön sütött kenyeret és halat ettek a mesterrel. És tapahtui Ezt követően a következő történt, olvasom János evangéliumát a 21. fejezet 15. versétől kezdődően a következőképpen. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon Jónafia, jobban szeretsz engem, mint ezek. Ő pedig így felelt, igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította, Simon Jónafia, szeretsz engem. Ő ismét így válaszolt, igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat harmadszor is szólt hozzá. Simon Jóna fia, szeretsz -e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz -e engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltest az én juhaimat. Bizony, bizony, mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felöveszted magadat, és oda mentél, ahova akartál de amikor megöregszel, kinyújtod a kezed, más övez fel téged, és odavisz, ahová nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Isten. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, köves engem. Tässä Ramadon kohdassa voi nähdä ordination, siis Jeesus vihki Pietarin palveluksensa. Oikeastaan Genesaretin järven rannalla vietetään pappisvihkimystä. Jeesus teki Pietarille kolminkertaisen ordinaatiokysymyksen, rakastatko sinä minua. Jeesuksen ja Pietarin keskustelussa oli kyse pappisvirkaa vihkimisestä ja, ja siinä korostuu tuon vihkimisen ydin, eli siis sitoutuminen Kristukseen ja hänen seuraamiseensa. Se tarkoittaa sitä, että ihminen väistyy ja Kristus saa sijaan. Se tarkoittaa suostumista siihen, että sallii omien käsien ja oman tahdon tulla sidotuksi. Toinen ja hänen asiansa johtakoon minua eteenpäin. Minulta kysytään vain, rakastatko, tahdotko? Ebben a szentírási szakaszban valójában egy ordinációról értesülünk. Jézus pappá szenteli Pétert Genezáret tavának partján. Jézus egy háromszori Um, háromszor elhangzó ordinációs kérdést tesz fel Péter számára: Szeretsz -e engem? Jézus és Péter beszélgetésében valójában egy pappászentelés szentelés történik, egy ordináció történik. Ennek a központjában nem áll más, mint az elköteleződés Krisztus iránt és az ő követése iránt. Ez valójában azt jelenti, hogy az ember hátrébb és Krisztusnak adja át a területet, neki adja át az irányítást. Azt jelenti, hogy az ember engedelmességet fogad, és megengedi, hogy az ő kezét megkötözzék, az ő akaratát valaki átvegye. És ez a más nem más, mint Krisztus maga. Ő az, aki ezentúl vezesse a tanítvány Pétert. Így bennünket, Bennünket is, akik ordinaalva vagyunk, felink is hangsika kérdés, a akarod kysymyst, Szeretsz engem? Muistamme, mihin tällainen sitoutuminen lopulta johti. Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi, seuraa minua. Oli kyse siis elämänmittaisesta vyöttämisestä ja sitoutumisesta. Ja tätä ilmentävät Suomen luterilaisen kirkon pappisvihkimyksessä sanat silloin, kun stola puetaan vihittävän päälle. Silloin piispa lausuu, ota minun ikeni harteillesi, minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Jeesuksen ja Pietarin vuoropuhelu muistuttaa pappisvihkimyksen kysymyksiä ja niin annettuja lupauksia. Siis kyse on elämänmittaisesta sitoutumisesta. Jól tudjuk a szentírás szövegéből, hogy egy ilyen elköteleződés hova is vezet. Így olvastuk az írást. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Csak zárójelbe, vagy lábjegyzetként mondom, hogy itt a finn fordításban ez a mondat egyértelműen Péterre vonatkozik. Ezt a mondatot követi Jézusnak az a kijelentése, mely Péter felé hangzik: Köves engem. Itt valójában egy egész élet tartó elköteleződése hívja meg uh, Jézus Pétert. Ugyanez az élet tartó elköteleződés uh, figyelhető meg a Finnországi Evangélikus Egyház uh, lelkész iktatási liturgiájában is, ahol elhangzik az a mondat, az az evangéliumi mondat, hogy vedd fel az én igámat, az én igám jó és könnyű. Jézus és Péter párbeszéde itt a Genezáret tavánál megfigyelhető ebben a ordinációs liturgiában, a Finországi Evangélikus Egyházban. Ott is elhangzanak azok a kérdések, amelyek itt Jézus felől elhangoztak Péter felé, és mindaz az ígéret is elhangzik az ordináció során. A kérdés tehát, vagy a téma egy egész életen át tartó elköteleződésről szól. Rakastatko sinä minua? Jeesus esittää tämän kysymyksen Pietarille kolme kertaa. Ja on päätelty, että Jeesus teki tämän kysymyksen sen vuoksi, että Pietari oli muutama päivä aiemmin kolmesti kieltänyt tuntevansa Jeesuksen. Kysymysten lukumäärää oleellisempi on kuitenkin niiden sisältö. Rakastatko sinä minua? Oletko valmis kulkemaan johdatuksessani? Oletko valmis laittamaan itsesi likoon minun puolestani? Oletko valmis kulkemaan johdatuksessani? Onko minun rakkauteni sinun elämäsi liikkeelle paneva ja sinua motivoiva voima? Sitoudutko olemaan minun kanssani yhtä niin menestyksissä kuin vaivoissa, niin, lo, niin ilon kuin murheenkin aikana? Rakastatko sinä minua? Seret Jézus háromszor teszi fel ezt a kérdést Péter felé. Az írásmagyarázók nem véletlen, hogy azt mondják, hogy valószínűleg azért hangzik el Jézus részéről háromszor ez a kérdés, mert Péter háromszor tagadta meg a mestert. Mégis a számnál sokkal fontosabb ennek a kérdésnek a tartalma, és mindaz, ami a kérdés mögött felfedezhető. Szeretsz -e engem? Azaz kétsz vagy egy követni engem? Kész vagy-e az én vezetésem alatt végezni a szolgálatot? Kész vagy-e mindent megtenni értem? Kész vagy az én szeretetem által élni az életedet és végezni a szolgálatodat? Kész vagy-e elköteleződni mellettem? Kész vagy-e rám hagyatkozni minden siker közepette és minden nehézség közepette? Kész vagy-e követni engem? Szeretsz -e engem, Péter! Pietari ei epäröi vastata Jeesuksen kysymyksiin myöntävästi. Totta kai Jeesus on hänelle rakas, varsinkin kun Herra kelpuuttaa tällaisen kieltäjän yhteyteensä ja uskoo hänelle johtajan vastuu. Miten Jeesus voi kuvitellakaan, että hän ei olisi Pietarille tärkeä, suorastaan rakas? Peter nem habozik a válaszadással. Természetesen Jeesus számára, öö... Péter számára Jézus fontos, szeretnivaló, természetesen, hiszen az Úr alkalmasát tette őt, annak ellenére, hogy korábban megtagadta, alkalmasát tette arra, hogy kövesse őt, és akaratát megvalósítsa, hogy vezetője legyen másoknak. Hogy képzelheti el egyáltalán Jézus azt, hogy ne válaszolna Péter igenlően az ő kérdésére? On syytä huomata, että joka kerta Jeesuksen kysymys Pietarille oli hiukan erilainen. Jó az igére figyelnünk, minden alkalommal, amikor Jézus megkérdezte Pétert, kicsit másképpen Ensiksi Jeesus kysyi Pietarilta, Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Pietari rakkautta verrataan siis muiden rakkauteen, Ennen ristiin naulitsemista Pietari uhmakkaasti sanoi, vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en koskaan luovu. Minä annan vaikka henkeni puolestasi. Vähänpä Pietari tiesi itsestään. Figyelj csak jól az ígérem. Először Jézus a következőt kérdezte Pétertől, Simon Jóna jobban szeret engem, mint ezek? Mások szeretetéhez viszonyította Jézus a szeretetet, amelyről itt Péternek beszélt. A kereszt halála előtt, uh, Jézus kereszt halála előtt Péter a következőket mondta: Bár mindenki elhagy, bár mindenki elhagyna téged, én akkor sem hagylak el, az életemet is odadom érted. Mennyire nem ismerte fel Péter akkor, hogy mire képes az ő szeretete. Kreikan Kregan Kieleszan Uzetári sanoja, Jotka Mekánem és rakasta. Jeesus kysyi Pietarilta, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Ja Pietari vastasi, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Ja tässä kohtaa Jeesus ja Pietari käyttävät eri sanaa rakkaudesta. Jeesus puhuu varauksettomasta, jumalallisesta rakkaudesta, agabeesta. Ja Pietari taas on paljon pidättyväisempiä puhuu inhimillisestä rakkaudesta, filiasta. Ahoi oh, tudjuk, A görög nyelven számos kifejezés van a szeretetre, amit mi magyarban a szeretet szóval fejezünk ki. Jézus a következőt kérdezte Pétertől, jobban szeretsz -e engem, mint ezek. És Péter a következőt választolta, szeretlek, igen, Uram, Te tudod, hogy szeretlek Téged. Péter és Jézus különböző kifejezést használtak a szeretetre. Jézus az agapét használta, a szeretetnek annak a kifejezését, amely feltétel nélküli, amely isteni, Péter pedig a filia kifejezést használta válaszában. Toisen kerre Jézus kysyi Simon Johannaksen poika, rakastatko minua? Pietari vastasi jälleen, rakastan herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Ja taas Pietari käytti eri sanaa kuin Jeesus. Jeesus kysyi Pietarilta, rakastiko tämä häntä niin kuin Jumala rakastaa, täydellisesti ja varauksettomasti. Mutta kieltämisen sen jälkeen Pietari ei enää kyennyt vannomaan varauksetonta rakkauttaan, kuten hän oli vielä tehnyt ennen pääsiäistä. Pietari oli nähnyt omat rakkautensa rajat. Amikor Jézus másodjára kérdezte meg Pétert, a tőle, Simon Jóna fia, szeretsz engem. Péter pedig így igen uram, Te tudod, hogy szeretlek Téged. Péter itt megint csak a filia kifejezést használja a szeretetre. Jézus kérdésében, Péter felé intézett kérdésében megint az Agapé kifejezést használja, de Péter itt másodjára is csak a filia szóval tud válaszolni, mert Péter miután megtagadta Jézust, nyilván világos volt számára az, hogy nem tudja Jézust azzal a feltétel nélkül Isteni szeretettel. Ja vielä kolmannen kerran Jeesus kysyy Pietarilta, Simon Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Ja tällä kertaa Jeesus käytti sitä sanaa rakkaudesta, jolla Pietari oli hänelle vastannut kahteen edelliseen kysymykseen. Pietari nyt hyvin syvästi satutettuna vastasi, Herra, sinä tiedät kaiken, sinä tiedän. tiedät, alatt, olet minulle rakas. Harmadjára, amikor Jézus megkérdezte Pétert, már azzal a kifejezéssel kérdezte meg Pétert, ahogy Péter korábban a válaszában válaszolt Jézusnak, tehát a filia kifejezést használta itt a harmadik kérdésnél. Simon Jóna fia, szeretsz engem? Péter erre ezt választolta, elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem? Mert ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, Pietarilla ei ollut mitään näyttöä siitä, ei mitään millä todistaa rakkautensa Jeesukseen. Hän saattoi vain nojata Jeesuksen kaikki tietävyyteen. Herra, sinä tiedät kaiken. Ja kuinka lohdullista tämä on meille papeille. Jumala näkee sydämeemme, hän näkee meidän halumme rakastaa kaikista epäonnistumisista ja kaikista meidän kompuroista. kompuroinneista huolimatta Jeesusta ja sitoutua hänen palvelukseensa. Péter nem tudta semmivel bebizonyítani azt, hogy ő hogyan szereti a mestert. Nem tudta bizonyítani a mester felé az ő szeretetét. Egész egyszerűen csak rá tudott hagyatkozni Jézusnak a minden tudására, arra, hogy Jézus tudja, hogy mi van Péterben. Uram, te mindent tudsz, Mennyire bíztató, bátorító ez számunkra, lelkészek számára is. Jézus látja a szívünket, tudja a szeretetünket, tudja azt, hogy szeretnénk szeretni őt és egymást, minden sikertelenségünk, minden nehézségünk ellenére. Jézus tudja, hogy mi van bennünk, és hogy mi szeretnénk szeretni őt. Palán véle Péterille osojtettuhin ordináció küzümökszín. niihin sisältyy merkillinen Pietarille osoitettu lisävaatimus. Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Siis niin kuin Pietarilta, niin myös seurakunnan kaitsia virkaan tulevalta edellytetään jopa, että hän rakastaa Kristusta enemmän kuin muut. Szeretnék még visszatérni Jézusnak ehhez a kérdéséhez, amit korábban szentelési vagy ordinációs kérdésnek is neveztem. Egy nagyon fontos um, kérés hangzik el ebben a kérdésben Jézus részéről Péter felé. Simon uh, uh, Jóna fiam, szeretsz engem jobban, mint ezek. Ahogy Pétertől Jézus ezt megkérdezte, így a ordináció lelkész szentelén során uh, a uh, szentelése váró lelkész felé is elhangzik ez a kérdés, hogy vajon ő tudja jobban szeretni a embereket, a többieket, mint mások. Pappi ei ole parempi kristitty kuin muut, eikä häntä, häneltä edellytetä korkeampaa moraalia tai rakkautta. Se enemmän, jota Jeesus Pietarilta edellyttää, ja tämä on tärkeää huomata, viittaa hänen virkansa vaatimuksi. Papin on osoitettava rakkautta paitsi omassa elämässään myös siinä tehtävässä, johon hänet on kutsuttu. Rakkaus Jumalaan velvoittaa rakastamaan seurakuntalaisia. A lelkésztől nem várjuk el azt, hogy jobb keresztény hívő ember legyen. Nem várunk el tőle magasabb uh, morális célokat. Ez a több, amit a uh, kérdésben megfogalmazódik. Ez a szeretetre vonatkozik. Jézus azt várja Pétertől, hogy jobban szeressen, mint mások, és ez valójában a Péter feladatát érinti ez a több vagy nagyobb szeretet. A lelkésznek a papnak nem csak a saját életében kell megmutatkoznia a szeretetnek, hanem a munkájában, a hivatásában is jelen kell ennek a szeretetnek lennie, amelyre meghívást kapunk a szeretet az valójában uh, itt ebben az összefüggésben arra vonatkozik, hogy a lelkész, a pap jobban szeresse a gyülekezeti tagokat, mint ahogy mások szeretik a gyülekezeti tagokat. Pietarille osoitettuun erityisvaatimukseen rakastaa enemmän kuin muut liittyy Kristuksen toinen viesti. Kehotus valmistautua itsensä kieltämiseen ja oman minän alasajamiseen a Péter felé intézett uh, különleges kérés, uh, ami a szeretetre vonatkozik, a e kérés mellett megfogalmazódik egy másik üzenet is, uh, ez pedig az önmegtagadásnak az üzenete, uh, a saját énnek a háttérbe szorítása. Jézus arvioi Pietarin elämänvaiheita hänen nuoruuden aikojaan ja nykyistä elämäntilannetta. Pietari on oikeastaan otto haastattelussa. Hän on ikään kuin henkilöarvioinnissa ennen kuin hänet lähetetään virkaan. Kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat käteesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo. Ez on jelenet egy kicsit olyan, mint egy állásinterjú, Péter lenne, Jézus egy nagyon izgalmas képet fest le Péterről, ahogy fiatalon még ő lendületesen ment előre és végezte a munkáját, ahogy az igében is olvashattuk. Bizony-bizony mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felöveszted magadat, és oda mentél, ahová akartál, de amikor megöregszel, kinyújtod a kezed, más övez fel téged, és odavisz, ahová nem akarod. Ihmisen nuoruuteen kuuluu oma minän etsiminen ja kasvaminen persoonaksi. On siis oikein, että nuorena kuljetaan niitä polkuja, joita itse halutaan. Tuntuu siltä, kuin Kristus ymmärtäisi nuoruuden kehitysvuosia, jopa pukeutumishaluja ja ajankäyttöä myöten. Sanohan Jeesus, kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit. Az ember korai éveihez teljesen természetesen tartozik hozzá az, hogy keresi önmagát, keresi a saját személyiségét, és teljesen természetes az, hogy fiatalon mindannyian a saját utunkat szeretnénk járni, a saját akaratunkat szeretnénk megvalósítani. Úgy tűnik, mintha itt Krisztus megérteni a fiatalságnak ezt a jellegzetességét, ami aztán az öltözködésben is megnyilvánul. Jesuksen sanojen ydin on kuitenkin siinä, että kutsumuksen ja työn vuosina, siis aikuisena tai vanhana, niin kuin Jeesus sanoo, ihmisen tulee suostua toisen antamiin vaatteisiin, toisen kuljetettavaksi. Ja tässä on kyse sitoutumisesta. On oltava valmis menemään sinne mihin itse ei tahdo. Ja Jeesus viittaa Pietarin kuolemaan. Perimätiedon mukaanhan Pietari kuoli Roomassa vuonna 63 tai 64. Kerrotaan, että hän halusi tulla ristiinnaulituksi pää alaspäin, sillä hän ei katsonut itseään arvolliseksi kuolemaan samalla tavalla kuin Jeesus kuoli. Jeesus mondani valójának uh, abban van, hogy jos elhívás és a A munka, a hivatás évei, azaz a felnőtté válásnál egészen mást követel a mester, mint a korábbi időszakban. Ahogy Jézus mondja, hogy mások azok, akik felöveznek, és mások azok, akik az irányt megadják. Valójában itt az elköteleződésről van szó. Késznek kell lenni ahhoz, hogy oda menjen az ember, ahova nem feltétlenül maga szeretne menni, itt uh, Jézus Péter halálára is utal. A hagyomány szerint uh, Péter 63-64-ben uh, halt meg Rómában. Uh, a hagyomány szerint, uh, amikor uh, uh, kivégezték, azt kérte, hogy fejjel lefele lógjon a kereszten, mert uh, méltatlannak tartja magát ahhoz, hogy úgy végezze be életét, ahogy az ő mestere. Ei ole a kristillisessa perintesse. Papin liturgiseen vaatetukseen kuuluu myös vyö. Siviilielämässä ihminen valitsee itse vyönsä, mutta viranhoidossa me olemme toisen vyöttämiä, viime kädessä Kristuksen vyöttämiä, siis hänen palvelijoitaan. Egyetelän nem véletlen az, hogy a liturgikus öltözet, men a hagyomány szerint nagy jelentősége van az övnek. A világi életben az ember saját maga választja, úgymond az övét és a hivatását, az egyházi hivatásban más az, aki felövez bennünket, és ez a más végső soron maga Krisztus. Ő az, aki felövez bennünket, és az ő szolgálatában állunk. Vaikka me luteilázeten olekán vakód a Pávin eritű asemasta, Hänellä on kuitenkin yksi virkanimi, joka hyvin sopii myös meille luterilaisille papeille. Paavi on Jumalan palvelijoiden palvelija, siis servus servorum dei, eli sananmukaisesti Jumalan orjien orja. Varmi evangélikusok eh, nem valljuk a római püspök pápának a speciális eh, hivatásban mégis van egy olyan titulus, amely számunkra is nagyon elgondolkodtató. A pápa maga Isten szolgáinak a szolgája, Servus Servorum Dei, egész pontosan lefordítva a rabszolgák rabszolgája, Isten rabszolgáinak rabszolgája. Pappia ei ole kutsuttu omien mielitekojensa toteuttamiseen, vaan itseään suuremman todellisuuden ilmentämiseen. Pappi ei voi toimia omien nuoruuden toiveittensa mukaisesti, eikä hän voi edes ohjautua ihmisten toiveiden mukaan. Ainoa, jolle papin tulee olla uskollinen, on Kristus, se joka meidät vyöttää ja joka meitä kuljettaa. Siis Kristus vie ja me menemme. Kristus kulkee edellä ja me seuraamme. Nem azért kaptuk az elhívásunkat, hogy saját akaratunkat megvalósítsuk, hogy saját fejünk után menjünk. Egy sokkal nagyobb valóságnak kell a követeiként itt szolgálnunk a világban. Nem a saját fiatalságának céljai által vezérelve kell végezni a szolgálatát a lelkésznek, és nem is más emberek kívánságai szerint kell végezni a munkáját. Az egyedüli akarat, vagy egyedül Krisztus akaratának kell megfelelni, hozzá kell hűségesnek lennünk. Ő az, aki végső soron bennünket ordinál, felszentel, ő az, aki felövez bennünket, és aki vezet bennünket. Ő az, aki hív bennünket, ő az, aki irányítja az utunkat, és mi követhetjük őt. Előttünk jár Krisztus, és mi követjük őt. Itsensä kieltäminen voi tuntua ja, ja varmasti myös tuntuu monesti sietämättömältä jokaiselle ihmiselle. Ja ehkä tämä tuntuu erityisen sietämättömältä nykyisenä aikana, joka erittäin vahvasti korostaa yksilöllisyyttä ja, ja on tällaisten individualismin korostuksen aikaa. Ja kuitenkin itsensä kieltämisen tie on aina uuden alun, uuden toivon ja uuden elämän tie. Jézus sanoikin, sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joko elämänsä minun tähteni ja tähden kadottaa, on sen pelastava. Az önmagunk megtagadásának gondolata egészen biztos, hogy nagyon idegenül cseng a fülünkben, főleg ebben a mai korban, amikor annyira nagy jelentősége van az önmegvalósításnak, az individualizmusnak. Mégis azt gondolom, hogy az önmagunk megtagadása egy olyan lehetőség az új kezdéshez, az új reményhez és az új élethez, amely egészen egyedülálló. Ahogy már evangéliumában is olvashatjuk, mert aki meg akarja menteni magát, elveszti, aki viszont meg akarja menteni az ő életét, értem és az evangéliumért, az megmenekül. Köszönöm. Tässä vaiheessa on nyt erityisen tärkeää huomata se, että nuo Jeesuksen kysymykset ja kehotukset Pietarille eivät syvimmältään kuitenkaan ole vaatimuksia. Kysymykseen rakkaudesta sisältyy myös lupaus rakastetuksi tulemisesta. Kehotukseen itsensä kieltämisestä kätkeytyy lupaus uuden elämän löytämisestä. Azért hadd olvassam fel itt rendesen ezt az igeverset, mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti, aki pedig elveszti az életén, érnértem, és az evangéliumért megmenti azt. Elnézést kérek, köszönöm szépen a türelmet. Valójában itt nem Jézus kérdéseiben Péter felé, nem valami követelésről van szó. Itt a kérdésekben sokkal inkább Jézus szeretete figyelhető meg amelyhez ígéret is kapcsolódik. Ö, a önmagunk megtagadásához, önmagunk megtagadásának kérésében egy gyönyörű ígéret, az új életre való ígéret hangzik el. Hell, herra, kyllä tietää, miten heikko ja lyhytjänteistä ihmisen rakkaus on. Ja siihen myös Pietari luottaa, ja siksi hän jättäytyy Herran rakkauden varaan. Sinä tiedät kaiken. Tämä on oikeastaan Pietarin uskon tunnustus, aivan kuten hän oli aiemmin vastannut Herran kysymykseen, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Tuon varhaisemman tunnustuksen nojalla Jeesus oli kutsunut Pietarin opetuslapsijoukon johtajaksi, ja nyt hän vahvistaa tämän kutsumisen kolminkertaisella kysymyksellä. Näin Jeesus vihkii Pietarin tällä tunnustuksella. Az Úr egészen biztosan tudja, hogy mennyire fogyatékos és törékeny a mi szeretetünk. Igazából Péter is abban bízik, hogy az Úr tudja, hogy mennyire fogyatékos és gyenge a mi szeretetünk. Éppen ezért válaszolja Péter Jézusnak: Te mindent tudsz. Ez a Péter részéről valójában egy vallomástétel, egy hitvallás. Ugyanolyan hitvallás, mint amit Péter korábban megfogalmazott az Úrnak. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia Máté evangéliumában. E korábbi hitvallásra építve és itt a három kérdésben elhangzott, uh, és az abban arra a, a kérdés adott válaszban elhangzott hitvallásra építve hívja el Jézus Pétert. Rakkaudessaan epävarmalle ja itsensä kanssa kamppailevalle Pietarille Jeesus antaa suuren tehtävän, mutta myös suuren lupauksen. Kolme kertaa Jeesus kehottaa Pietaria ruokkimaan ja kaitsemaan laumaansa. Ruoki minun karitsoitani, kaitse minun lampaitani, ruoki minun lampaitani. A szeretetben bizonytalankodó, önmagával viaskodó Péter számára Jézus feladatot ad, de nem csak egyszerűen egy feladatot, hanem egy reménységet is ad Péter számára. Jézus háromszor hívja Pétert arra, hogy legeltesse az ő bárányaik, hogy gondját viselje nekik. Jesuksen kommentit Pietari vastauksiin tuovat esiin meille nykyajan papeille erityisen tärkeän muistutuksen. Siis ruoki minun karitsoitani, kaitse minun lampaitani, ruoki minun lampaitani. Ota huomioon, millaista ruokaa tarjoat, sillä kirkossa sen jäsenet ovat kovin erilaisia. On uskossaan ja elämässään horjuvia ja vasta-alkaneita, on kovia kokeneita, on varovasti kirkon yhteyteen etsiviä. Heitä kaikkia on ruokittava hellästi ja varovasti sellaisella ravinnolla, joka juuri heille sopii. Jézus felhívása Péter felé egy nagyon fontos figyelmeztetést tartalmaznak mindannyiunk számára. Jézus azt kéri Pétertől, hogy legeltesse az ő juhait. a Jézus minden juhait. Figyelnünk kell arra, hogy milyen eledelt kínálunk mi Jézus juhai számára. Ha csak a finnországi evangélius egyházra gondolok, akkor nagyon sokféle egyházi taggal találkozunk. Vannak, akik a hitükben, életükben nagyon szikla szilárdak, vannak, akik kételkednek, vannak, akik éppen csak most indultak el a hit útján, vannak, akik nagyon nagy nehézségeken mentek keresztül, vannak, akik csak óvatosan szemlélik az egyház tevékenységét, messziről követik azt mindenkire vonatkozóan mondja Jézus, hogy legeltesd az én juhaimat, gondosan figyelve arra, hogy mindenki azt a táplálékot kapja meg, amelyre éppen szüksége van. Vastaavasti Jézuksen laumassaan uskossaan pitkään vaeltaneita ja kirkon asioin syvästi perehtyneitä, sitoutuneita ja sitkeitä jäseniä. Heitekin on hoidettava. Heitekin pitää papin ruokkia ja hekin tarvitsevat kaitsentaa, siis suunnan näyttämistä ja ohjaamista. Mutta olkoon kyse karitsoista tai lampaista, lapsista tai aikuisista, alkajista tai pitkään kilvottelleista, tai kenestä tahansa siltä väliltä. Älä unohda, että he eivät ole sinun, eivätkä sinun hengellisen tai kirkollisen viiteryhmäsi karitsoitia lampaita. He ovat Herramme Jeesuksen lampaita. Jeesus sanoo, ruokia Kajtse minun karitsoitani ja lampaitani. Ugyanúgy a juhok között vannak ö, olyanok is, akik már nagyon régóta járnak a hitútján, akik ö, aktívan részt vesznek az egyház életében, akikről úgy szoktunk beszélni, hogy nagyon mélyen elköteleződtek az egyház iránt. Őket is ö, Ápolni kell, nekik is meg kell mutatni az utat, nekik is eledelt kell adni. Azaz, vezetni kell őket, hogy eledelhez jussanak. De bárkörül is legyen szó az egyházban, a gyülekezetekben, nem szabad elfelejtenünk, hogy nem a mi juhaink ők, nem is egy bizonyos ébredési vagy kegyességi mozgalom irányzatnak a tagjai. hanem róluk Jézus úgy beszél, mint az Tähän sisältyy papille myös suuri lupaus. Se, joka ruokkii toisia evankeliumin sanalla, hän tulee myös itse ruokituksi. Lampaat ja karitsat, joita meidän tulee ravita, ovat Kristuksen lampaita, minun lampaita, niin kuin Jeesus sanoo. Mutta Jeesus ei sano vain ruoki, eikä hän puhu vain yleensä lampaista, vaan hän amista a omista lampaistaan, Egy ígéret is hangzik itt mindazok felé, akik lelkészi hivatást töltenek be. Mindazok, akik az evangélium jó hírét viszik tovább, mindazok maguk is megelégítetnek. Azokat a juhokat, akiket nekünk kell táplálékkal ellátni, azok valójában a Krisztus juhai, Jézus mondja maga, hogy ő a juhok az övéi, és így lehetünk mi is azáltal, hogy mi megelégítettünk másokat, bennünket is így tud megelégítetni a mi urunk. Krisztus halua, että kaikki ihmiset voisivat tulla hänen armonsa ja rakkautensa koskettamiksi. Ja juuri tätä varten seurakuntaan olemassa, ja juuri tätä varten meidet on kutsuttu paimeniksi. Jeesus sanoo meille itse kullekin, kaitse ja ruoki kaikkia Kristuksen rakastamia ja kalliisti lunastamia ihmisiä. Ole heitä varten, siunaa heitä, rakasta heitä. Ja kun sinä pysyt Kristuksessa, myös hän pysyy sinussa. Kun ruokit lampaitasi, myös Kristus ruokkii sinua. Krisztus azt akarja, hogy minden ember részese legyen a kegyelemnek és a szeretetnek, mindenkit megérintsen a kegyelem és a szeretet. Éppen ezért létezik az egyház, ez az egyház küldetése, hogy valóban mindannyian elhívottak legyenek. Jézus azt mondja nekünk mindannyiunknak, hogy legeltessük az ő juhait, hogy kellő táplálékot adjunk az ő juhainak azért vagyunk, hogy ezt a feladatot, ezt a küldetést be tudjuk tölteni. Hogy szeretettel legyünk irántuk, hogy szeressük őket, ha mi Krisztusban maradunk, akkor Ő is bennünk marad, velünk marad. Amikor legeltetjük Krisztus juhait, akkor valójában Krisztus legeltet bennünket. Hovat sziszáratja Veljet. Me oleme tutkistellet Apostoli Pietarin Pappisvihkimöstä. Ja siitä avautuu sekä vaativia että lohdullisia näkökulmia. Ryhtyminen Kristuksen palvelijaksi merkitsee elämänmittaista sitoutumista. Siihen meidät on kutsuttu. Se ei ole aina yksinkertaista ja helppoa, varsinkaan nykyisenä individualismin aikana. Sitoutuminen pappisvirkaan merkitsee toisen palvelukseen astumista. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban röviden Péter Apostolnak az ordinációs szentelési igéjét vettük elő, ezzel foglalkoztunk. Feladatok és egyúttal igéretek is hangoztak el ebben az igeverse, ezekben az igeversekben. Krisztus szolgájával lenni egyáltalán nem könnyű feladat a mai világban. Egy olyan világban, amikor inkább olyan hívásokat kapunk, hogy önmagunkat valósítsuk meg. Egyáltalán nem könnyű Krisztus követének lenni, Krisztus szolgájának lenni ebben a világban. Az elkötele elköteleződés erre a szolgálatra egy egész életen át tartó elköteleződés. Ehhez tärkeintä meille tämän ajan papeille on kuitenkin huomata, että ei edes Kristuksen perustaman kirkon johtaja ollut erehtymätön ja lankeematon uskon sankari. Kuinka sitten me olisimme sitä? Ainoa turvaniin Pietarilla, kuin meillä nykyajan papeilla, on Herran rakkaus. Ei ihmisen oma rakkaus, se mitä meissä on, vaan Herran rakkaus. Ja Jeesus on rakkaudessaan täyttänyt Jumalan lain vaatimukset, antamalla itsensä täydelliseksi uhriksi syntisten puolesta. Talán számunkra, ma szolgáló lelkészek számára a legfontosabb észrevennünk, hogy a Krisztus által létrehozott egyház vezetője, Péter sem volt tökéletes az ő saját szeretetében. Hogyan lehetnénk akkor mi tökéletesek a szeretetben? Péter egyedül arra a szeretetre tudott hagyatkozni, amit Jézus mutatott meg neki. Péter nem tudott a saját szeretetére támaszkodni, amikor elindult a szolgálat útján. Jézus szeretetében töltetik be a törvény, Isten törvénye, az ő szeretetében válik nyilvánvalóvá, hogy Isten mit akart és mit akar tenni a világgal. Krisztus kutsu ne lehet lähettää lempeydellään vihkimensä papit viemään sanomaa Jumalan hyvyydestä, ruokkimaan hänen karitsoitaan niin kuin hän itse on ruokkinut heitä. Ja kun Jeesus vyöttää kutsumansa, siis sinut ja minut, hän myös varustaa tehtävään ja virkaan. Ja siksi pappisvihkimyksessä sanotaan, ota minun ikeni harteillesi, minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Ja siksi me voimme nytkin rukoilla, Vőte Herra minut, pühán hengen vízódella ja voimalla. Krisztus szeretettel hív el bennünket, és Krisztus melegségével küld el bennünket, hogy Isten jó hírét továbbadjuk, hogy Isten jóságáról tegyünk bizonyságot, hogy legeltessük az ő bárányait, ahogy ő is legeltette az övéit. Amikor Jézus arra hív, hogy kövessük, akkor fel is vértez bennünket erre a szolgálatra, erre a hívásra. Éppen ezért a lelkészi ordináció szentelésnél már az idézett mondatot, hadd mondjam még egyszer, így mondjuk, idézve a szentírást, vedd fel az én igámat, az én igám jó, az én terhem könnyű. Éppen ezért imádkozhatjuk újra, együtt is, övesz fel Uram szent lelked bölcsességével és erejével. Övez fel, Uram, szent lelked bölcsességével és erejével. Ja tähän rukoukseen me saamme tämän rámatotutkisztelumen näin helluntai viikolla päättää. Vyötä Herra minut pyhän hengen viisaudella ja voimalla. Amen. Pünköst ünnepét követve éppen ezért tudjuk ezzel az imádsággal közösen befejezni ezt a rövid igen, magyarázatunkat. Övez fel, Uram, Szent Lelked bölcsességével és erejével. Ámen.